Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Csak egy mondat, Jani, hogy azért én is kapom. Balázs, ha működne ez a 10 milliószoros nap, te már nem lennél. Ugye, hogy azért az emberi szeretet, az a szeretet, az ami árad az emberekből felénk, ugye, itt reggel a Morning Show-ba. Hát köszönjük szépen, hát mi lenne? Mi lenne velünk? Komolyan mondom, köszönjük. Nélkületek, ezt nem kapnánk meg. Nem kapnánk meg minden reggel, de kapunk. Mi értetek vagyunk, ti pedig értünk. Így van, de mi szeretjük magunkat. Szinkeli, Júli, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, srácok. Újság van. Tudtad, hogy 10 milliószoros nap van? Nem. Nem, de ezeket most te honnan tudod? Van egy kis naptárad, amiben fel van írva. Nem, ő érzi, Szívi. Ezt az ember tudja, én ezt használom. Be van állítva, mindenre. Küldenek neked üzenetet erről? Vagy ez hogy persze, történik? SMS értesítés kap a Dalai Lámától, olyanban vannak. Igen. Kedves Balázs, ne felejtsd el, hogy ma 10 milliószoros. Mondd be a rádióban. És akkor ilyenkor, hogyha én azt kívánom, hogy legyen világbéke, akkor nagyobb eséllyel lesz világbéke? Hát ha mindenki kívánna a világbékét, akkor az lenne, nem? Gondolom igen, én, hát mint aki a kb. Kritikus ugye? Tömeg, tudod, ezt arra szokták mondani, hogy van egy kritikus tömeg, aki már azon meditál, meg azon dolgozik, akkor előbb-utóbb, igen, ezen energiák, ezek felülkerekednek a rossz energiákon. Hát ha te egyedül, az nem biztos, de vannak ilyen közös elvonások, meg nagy meditációk, ahol... Ha te kéred... Akkor sem, mi ketten azért kevesek vagyunk erre, de igen, nyilván, hát ezt minél több ember küldi ki magából, annál pozitívabb lesz ez a világ, amiben élünk. De ha többet akarsz tudni erről a témáról, akkor neked is kölcsön adja az ezok közhelyek lexikon. De nem kell egyébként ilyen nagy dolgokat. Nem kell ilyen nagy dolgokat kérni a világbéke. Hát annyi mindennel küzd az ember. Meg annyi vágyad van, nem? Meg annyi mindent szeretnél, meg ragaszkodás, meg egy csomó minden, amit tehetem, kell egyből a világbékével kezdeni. Ez egy kicsit túl nagy falat. Te mivel indítottál? Hát csak, hogy tudjam, hogy a ragaszkodásaid elengedése, a vágyaid elengedése, a múltbeli dolgok, ami már nem tudsz változtatni, azon dolgok elengedése, egy csomó minden cipel az ember. Hát ha ezeknek csak a negyedét leteszed, már lehet, hogy szerencsésebb vagy. Kezdheted a világ békével, csak lehet, hogy az egy picit melósabb. Az egy picit melósabb. Feri, valami a füstölésről? Mindenünk megvan. Na, mi újság, Julim? Á, szuper reggel, képzeljétek el, arra ébredtem, hogy a szomszédban a Lidi zörög. És, én Aldiban megyek. Hát hogy mindig lecsapod ezt a poén. Komolyan mondom, hát szólj nekik, hogy ők vannak értünk, a Lidbe megy az ember, hát 10 óra kezdve meg ez zörögni. Szóval Lidus lányom zörög. A névadó előtt sokat hallgattátok, hogy elmegy a Lidi néni a vásárba, vagy hogy? Ezt, én utána hallottam ezt a számot, én előtte nem hallottam. Nem. Te ismered ezt a számot, hogy elmegy a Lidi? Mi van? De nem mondod, hogy nem ismered. De nem ismerem. Aztán utána meghallgattam, igen, szuper jó. Szóval a Lidi zörög. Szóval Lidi zörög, és Lidi kapott születésnapjára egy ilyen kis sminkkészletet valami kis barátnőjétől, és úgy képzeljétek el, hogy lementem főzni kávét, meg kakaót, és Lidi jön be teljes pucba. Vágva, kifestve, kisminkelve. Anya, csak egy kicsit kisminkeltem magam. Mondja ezt a 7 éves lányom iskolába indulás előtt. És tök érdekes így látni a Lidinek a változását, hogy, hogy fejlődik, hogy változik egyik évről a másikra. Annyi csajosság van benne, amennyi bennem soha nem volt. És tök érdekes, hogy ez honnan jön, mert hogy tőlem valószínűleg nem látja, mert hogy én nem... Az apjából. Vagy a papa, ugye, vagy szokták mondani, hogy az ellenpélda is segít. Tehát azt már látja, hogy milyen csaj nem akar milyen lenni. Milyen csaj nem akar lenni. Nem akar olyan lenni, mint az anyja. Igen, és akkor menekül a másik. Kopogós cipőt akar állandóan húzni. Step cipőt? Nem. Magassarkú csizmát. Állandóan csinosítgatja magát, illeg, billeg, táncikál, dobálja a haját. Én ilyen soha nem voltam, és ezért nagyon-nagyon izgalmas látni ezt a fajta fejlődést, és őszintén szóval engem egy picit frusztrál, és egy csomószor azon kapom magam, hogy laj, Lidi, ne vegyük már fel ezt az utcára, ez tök ciki, de hát miért fognám vissza? Hát ha ennyire csajszi, akkor tegye és csinálja. Persze, ha jobb, mintha Milán csinálná ugyanezt, nem? Furcsa lenne, bár egyébként volt. Anya, kifestettem meg. Volt egyébként ilyen kiskorában, de erről már azt hiszem egyszer beszélgettetek, ő felvette a Lidinek a kis szoknyácskáit, amitől a Mirónak egy picit énekelt a haja, de aztán utána levette. Tehát, hogy igazából nem volt ez a probléma, egy hétig tartott ez a. És most az zavar, hogy meddig megy el a lányod ebben a dologban. Fura lesz egyébként, igen, hogy nekem. Te igen, nem voltál soha ilyen. Nem, soha de nem. De ő egy külön személyiség, hát miért nem pontosan, engedem? Pontosan, de engedem, nem akarom én ezzel, nem akarom visszafogni. Nekem egyébként anyukám nagyon sokszor mondta, hogy jaj, Júlcsikám, ne csináld már. Ne csinálj magad bohócot, meg ilyesmit. És akkor úgy tudod, hogy mindig így ezt így visszafogtam.
És nyilván nem rosszat akart, meg nem akart engem elnyomni, csak nem, valószínűleg ő is ugyanezt látta otthon. És én ezt nem akarom továbbadni a lányomnak. Ha ő úgy érzi, hogy neki tetszik a kopogós csizma, hát akkor vegye föl az utcára. Nyilván iskolában nem fog abban menni, meg nem engedem. Nem egy idő után, dehogy nem fog. Hát előbb-utóbb el fog menni, igen, de nem 7 évesen, tehát hogy azért ott azért közbe kell lépni, meg nyilván lemostam róla a sminket reggel, de hogy ez ilyen cuki. Hát de lassítani helyes. Lehet azért, nem? Szóval, hogy szerintem azért lehet ellentmondani egy gyereknek azért, mert ő azt akarja felvenni. Tehát azért nem az jelenti nyilván, hogy nem tudom, milyen ruhába kell járatni, hogy semmiféle nőiesség vagy csajsz is ne legyen a gyerekben, mert előbb-utóbb ugye elkezd nővé válni, hát ezt látja az osztálytársaktól, de azért szülőként szerintem egy picit ezen a folyamaton lassítani vagy visszatartani, biztos, hogy rosszat teszel neki ezzel, nem? Nekem nem fog a lányom 12 évesen pucba vágva, sminkbe iskolába menni. Hát mondod de most, persze. Nem, mindaddig, ameddig ezt otthon csinálja, és mindaddig, ameddig az utca vagy a ház körül sétálgatunk a kis csizmában, meg otthon illeg-billeg, és ez otthon történik, szerintem azzal nincsen baj. Természetes és óhatatlan, hogy egy idő után ezt majd ki akarja vinni az utcára, meg ki akarja vinni az iskolába. Ezt, hogy is mondjam, nyilván egy határidőn belül ezt meg fogom akadályozni, de 14 évesen szerintem már bármit csinálsz, ezt tenni fogja. Hát hogy ne, 14 évesen nem engedett kisminkelni magát, akkor beül a kocsiba, vagy elviszed, kiszáll a kocsiba, kimegy, elmegy, kimegy, elviszi a smink tudtad, azt a WC-be kisminkelni magát. Tehát ezt már nagyon akkor nem tudod. Hogyne. Beül a korvedbe és sírva elhajt. Igen. Beüteti a hátsó ülésre, a fehér úszkát maga mellé dobja az arany iPhone-t. Igen, igen. Szóval, hogy ez csak inkább lassítani lehet, nem? Én megakadályozni például, nem nagyon. Amit én nem engedek meg, például az a körömfestés. Mert az nyáron állandóan előjön, ugye, ahol lakunk Velencén, ott vannak nagy lányok, akik meg kifestetik a körmét. És jön a panyesz, hogy ő is ki akarja festeni, és mondtam neki, hogy 18 után életem azt csinálsz, amit akarsz, de most még szerintem nem jó. Én nyári szünetben engedem. És most ha viszont, ha nem eszed meg ezt a vérből később, nem, azt megeszi. Most pedig már kellenek a gyakát. Nem, azt megcsinálja. Nem, tehát tévedésben vagytok. A normál emberi dolgokat, azokat csinálja a gyerek magától. Ki fogja megutolni? Azt megcsinálja majd, magától a gyerek, érted? Majd, ha megbüntöd az állat, hogy ezt de én azt gondolom, hogy... Rohatacetom, megbarul a zöldség a szagától. Így van, érted? Egy csomó praktikus dolog. Én például nem szeretem, én nem engedem. Szerintem egy 6-7 éves lánynak nem és kell. És mi van akkor, a béka megengedi, te nem? Nálatok na, nincs hát ilyen? Hogy azért legyünk őszintén, hogy baromi nehéz mindkét szülőnek úgy következetesnek lenni, hogy van, amit te gyengeségből, mert cukin néz rád, megengeded. Nálunk is én vagyok az engedékenyebb fura módon, a Viki a szigorúbb, és akkor ebből mindig köztünk is konfliktus van, de nehéz ugye baromi következetesnek lenni, mert más a két szülő ingerküszöbe. Tehát lehet, hogy a béka azt nem figyelj, fel seki nem lesz baj, te nem engeded, a két szülő egymásnak, ő engedné, ugye akkor a két szülő egymásnak feszül, a gyerek nyitott szemmel néz, hogy akkor ez az apa, jól van, kapd el, veled vagyok, közben nem túl szerencsés, tehát hogy baromi nehéz, és nem. Hát a kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Tehát van, ez még most sehol nincs. Ezekben a dolgokban, tehát hogy én nem engedem, ebben én kemény vagyok. Igen? Tehát, hogy így van. Nem kemény lehet, vagy csoki? Nem lehet. Jó, nyugtass meg. Hát csoki, kemény van. Babettával járok éppen. Anyámmal élek, de akkor is, tehát majdnem mint hazanyámmal élnék, ugye béka, de azért egyen azért jobb a helyzet. Tehát, hogy az ember tartsa magát. Érted? Tehát nem lehet. Tehát egy 6 éves gyerek ne fesse. Az a valóban, tökre egyetértek veled. Érted? Valóban. Akkor jelenleg a rágó szerintem ilyen neuralgikus pont, hogy rágózzon vagy ne rágózzon. Na hát azt meg a béka engedi. Én meg nálunk meg én engedem. De miért engeded meg? Ne rágózzon! De mi 6 éves? Te megengeded? Te, aki mindig félsz a félrenyeléstől. Képzeld el nekem, én utálom a mindenféle gyümölcs, szőlőt teszik a gyerek, lever a víz, úgy eszi a szőlőt, nem merek oda nézni, teljesen beteg vagyok. De a rágó, hát ez kicsi lenyeli, ez nem gond. Meg nem a szőlő. Hülyén néz, a hülye nevek már félbe legyen. És ki is magozod, vagy mi? Egy kis szívon, tudod, mint a Robert Ezer 600 wattos porció. Itt van ez, mert megrágom neki. Egész basz, ölőd, gyorsan ére kézi mixerre. Ez is egy gyerekkori para, én kicskoromban nagyon sokszor megfulladtam. Tehát én emlékszem. Hisz jól nézel ki ahhoz képest. Emlékszem arra, hogy anyám már mondta a konyhában, én feküdtem a kövön, kész, nem kaptam levegőt, és ő meg kirohant, hogy hozza a vödröt, nehogy odaálljak a konyha közepére. Mondom, anyám, nagyon jó, hogy hoztad a vödröt, az a legfontosabb, nehogy odaálljak, én feküdtem már ilyen sokban. Ma már volt vödörért, hogy ne hányjam össze a konyhát. De ezért jó az, amit csinálsz, mert nem ragasztod át a gyerekre a fóbiádat. Nem. Pont az, hogy igen, próbálom. Én már láttam Balást kapszulával, így. De így fél órán, ez már elolvadt a kezébe, tudod így. Forgatgatja. Nem, én mindig beszélek a kapszulával, hogy Léci, ne menj félre. Igen. Tudod, így forgatgatja, nem meri lenyelni, mert akkora. Léci, te most a barátom vagy. Beveszlek, hogy dolgozzak ki szervezetedben. Jó? Léci, ne menj félre. Hosszába, ne keresztbe. Várjál, félre ment már valaha? Rohadt sokszor majdnem megfordultam. Ez egy olyan pszichés gát, hogy úgy én nagyobb ilyen, mit tudom, ilyen vitamin, nem bírok lenyelni. Tehát az algopirin hat barágom, tudod, olyan keserű, hogy izé kómába lesek. Tényleg én vagyok a beteg hülye, aki így jó. Mindenkinek van.
van. Igen, igen, vagyok. 10 milliószoros nap van, kívánd azt, hogy ezt el tudod. Én már régóta dolgozom, ezért én úgy a nyakamba veszek egy nem tudom. Egy obóával sétáltál, nem tudom. Hát egy obóát és egy boát is. Egy obóát és egy boát is, érted, de ránézek egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis vitamira, egy ilyen nagyobbra, lever a víz, és 6 napig nézem, mire beveszem, és szétrágom, nem bírom lenyelni. És konkrétan térek félre is nyelek. De belőle próbálom nem átragasztani, hát ez nem szabad. Na de Júli. A kúppal is így vagy? Tessék? A kúppal is így van. A kúp könnyen becsúszik, basszus. Pedig emlékszem, hogy ültettem gyerekkoromban. Nem, mutató, hogy már jó. Pontok egyet, már benn is van. Pedig már kinyílik. Tehát alig várom, hogy lázas legyek, hogy végre kúpot hatassak magamnak. Mi kicsit annyi van. Felcsúszott, itt van a számban. Hülye, az a Noelli. Á, mondom, bocsánat, jó, azt hittem. És még ki sem volt csomagolva. Úgy sokkal jobb a húz. Igen, Júli? Na, szóval, srácok, elég kellemetlen, vagy hát zavarba ejtő helyzetbe kerültem, nem? Elég képzeljük el, hogy a fiam nagyon kaján vigyorral állt elém, balról a Lidi, jobbról a Milán, így körbevettek, és akkor odaállt a Mimi, és azt mondta, hogy te anya, te tudod, hogy mi az a dugás? Így a Milán? Igen. Tényleg? Aha. Hát egy pillanatra úgy elgondolkodtam, hogy akkor most fölállok és megvárom, és hogy hazaérjen a Miró, és akkor átküldöm hozzájuk őket, de Miró nem jött, úgyhogy tudtam, hogy egyrészt körbevettek, úgyhogy muszáj volt valamit válaszolni, és így visszakérdeztem először, hogy hát miért te mit tudsz, mi az a dugás. És akkor azt mondta, hogy hát az, amikor az emberek ezt csinálják. Csak mutatom, hogy Gyuli mit csinál, igen, fogta a mutatóját, és bedugta a gyerek a szájába. Igen. És kivel húzogálta. Igen. Ez fontos. Itt kezdtem volna először ráncolni a szemem. Én ráncoltam. Ez azért igen. Én ráncoltam, mondom, Milán, várj, ez nem az, de hogy ez mit jelent. Tehát mi az, amikor az ujjadat húzogatott ki be a szádból. Tehát szerintem valami nagyon durva tartalmat látott valahol. És mondta, hogy hát ez az, amikor az emberek csókolóznak. Azért megnyugodtál, hogy fújtad a levegőt. Nagyon fújtam. És akkor nyilván elkezdtem egy másodpercig dilemmázni arra, hogy oké, akkor most elküldjem-e, vagy kezdjek-e a káposztákról, meg a méhecskékről, meg az akármikről beszélni. Káposztákról? Hát van a történet, hogy a káposzta ott van a kertben, és akkor... Hát mászik hozzá a fiú káposzta, és csúnya megcsinálja. Én sok mindent hallottam, hogy káposztával. Valami francia történet arról, hogy a kertben a káposztából ki kell a kisbaba. A francia történet megvan, azt nagyon szeretem, de... De a káposztából ki kell a kisbaba? Hát mondjam, ilyen sosem van. De kézzel, mennyire voltam volna elveszve. Én arra emlékszem, hogy volt az a lány, aki beleült egy csinak. Nem, káposztát nem kezdtem. Igen. A kis eperke és az uborka. Én is emlékszem, de káposzta. Szóval azt éreztem, hogy valószínűleg a gyerek valami olyasmit láthatott, ami felkavarta, és kérdések vannak benne, úgyhogy gondoltam, hogy akkor itt az ideje, és hát hogy is mondjam, szofisztikáltan, nyilván nem nagyon részletekben menően, de hát elmondtam neki nagy vonalakban, hogy mi történik olyankor. Lidi is ült mellettem, a Milánnak eddig bent a szája, tehát úgy rövidrögött, úgy vigyorgott, mint én még ennyire gyereket zavarba lenni, és vigyorogni nem láttam. A Lidi viszont az olyan szinten hűlt el, hogy utána kérdezgette, hogy de mi, most várjál már, és akkor apa is ott volt. Amikor én, mondom, hát igen, apa volt ott főleg. De hogy, és ti ezt úgy csináljátok, hogy ezt ti úgy csinálják, hogy levagytok vetközve, mint amikor a tus alatt álltok. Hát mondom, igen, úgy csináljuk. És az volt a vége az egész történetnek, hogy anya, te egy olyan okos, kedves, intelligens nő vagy, hogy csinálhatsz ilyeneket? Hogy szerintem kéméknek elmondtam, amit kellett. És egyébként utána nyilván utána elkerestem, hogy mikor normális, vagy mikor ildomos, hogy előkerüljön egy ilyen kérdés, és hogyan kellene, vagy hogyan illet volna rá reagálni. És azt mondják egyébként, 10 év alatt nem feltétlenül szerencsés, hogyha az ember ilyesmiről beszélget a gyerekével. Az jó régi könyv lehet. Te viccesz, 10 év alatt. Hát azt mondják, Júli, hát a fiad így jön. Ez az. Valószínű, hogy valaki egy okostelefonon vagy valamit hozott neki, valahol az iskolában, és ő látott valamit. Hát vagy az apjuk elaludt a tévé előtt, ők kimentek vécére. Azért a kódolatlan hétvége mire képes, ugye? A kódolatlan hétvége ilyen kettőkor azért, ugye? Hát egyszer majdnem. A kódolatlan hétvége este 11-kor az más tartalom van. Ezt letiltottuk azt a két csatornát, egyébként azóta se tudom visszahozni semmilyen. Pedig akarod. Hát én ütök mindenféle kódot, de már nincsen semmi. Ahogy hallom, Miró tudja a kódot. Csak kicsit rá. Igen, neki megy. Neki valahogy megy. Tudod, a gyerek így megállt a nappaliban, és így kikerekedett szemmel 10 percig nézte, és nem mert megmozdulni, az szörnyű dolgokat látott a képernyőn. Szóval egyébként egyrészt örülök neki, hogy a fiam 8 évesen elém mert állni, annak ellenére, hogy kicsit aggódom, hogy most már ez a kérdés előkerült, de ez azt jelenti, hogy
hogy bízik bennem, és megmer olyan dolgokat kérdezni, amit egyébként én nem tettem volna fel anyukámnak. Emlékszem, bocsánat, hogy közben vágok, de hogy volt egy olyan mesekönyv, volt egy olyan könyv, emlékeztek rá, hogy minden nap rá egy kérdés. És pontosan tudtam, hogy a 240 valahányadik kérdés volt az, hogy hogyan lesz a gyerek. És minden nap az volt. És anyám esténként olvasott fel nekünk ebből a könyvből, úgy, hogy mi mondhatunk számokat. És sosem mertem föltenni, sosem mertem. Nem merted bemondani? 26-os kérdés, mama? Nem. 69! Ebből a szempontból jó egyébként, hogy jobb a kapcsolatod a gyerekkel, nem tehát, a, nem, vagy nekem más tök, a kapcsolatom. Más, tehát ez az, hogy nekem tök jó kapcsolatom volt anyámmal, de mi soha az életben nem beszéltünk ilyesmiről. De és már réges-régen mindent tudtam, de soha nem volt egyébként olyan, hogy anyám leült volna, és azt mondta, hogy na Julikám, akkor most el kell mondjak neked néhány dolgot. De nektek volt ilyen klasszik felnek? Ehelyett mindig a Zsoltárok könyvét erőltette? Pontosan, igen. Persze, együtt énekeltek esténként. Nem, de nálunk nem volt klasszikus felvilágosítás, illetve a szomszéd néni egyszer így kicsit bepityókázva elmondta nekem, hogy átvett a csapasüveggel. Mama beívott, az kipakolt, hogy mi történt vele. Mi hogy történt? Hagyjad magad, hamarabb szabadulsz. Ez az a nem, elmondta, ő is ilyen szép szóvirágokkal, de elmondta, hogy mi hogy zajlik, amikor én már persze mindent tudtam, de gondoltam, hogy akkor most már tulajdonképpen ezzel, hogy a szomszédnéni elmondta, ezzel legalizáltam a tudást, és akkor felszaladtam az emeletre, és vártam volna a nagy bejelentést, hogy, illetve el akartam mondani, hogy engem most felvilágosítottak, tehát én most már mindent tudok. Kijavítottam a nénit. Anyám és apám feküdt az ágyon, ilyen nagyon síri hangulat volt, tévét néztek, úgyhogy úgy éreztem, hogy ennek a katartikus bejelentésnek nem most van itt az ideje, úgyhogy végül anyám sose tudta meg, hogy én már fel vagyok világosulva. Úgyhogy, de neked nem állt még a ponyi? A ponyi tegnap reggel is kérdezte, hogy hogy csinál. De hogy a ponyi még sose állt eléd ilyen tartalommal? A ponyi, ezt nem tudom, hogy ponyinak hívott. Ponyi, miért akarsz a ponyival, de hát mi azon már túl vagyunk az Annával, így van szóban legalábbis. A gyerekek igen, de nálunk ez, mint ahogy mi a mesztelenséget se ilyen tabu témaként kezeljük, ezt nagyon sokuknál. Nyilván nem olyan részletességben meséled el egy 4 éves gyereknek, vagy a vacsorához fölvetöztök, nyugtass meg. Ne. Ja, jó, az. Csak úgy érted. És én mindig is úgy szedem a levest, tudod, hogy fölállok mindig. Igen, csak akkor van kellemetlen szituáció, hogy fogadás van náluk. És jössz be a vacsorához, a gyerek mondja, apa, itt mások esznek, vegyél már föl valamit. Apa, csak mondom, ha bográcsozunk, akkor egy picit óvatosabban, jó? Megéghet a vége. A nagy lángon oda perzselődik. Jó, nektek könnyű, mert ott a szomszédban, ugye jól emlékszem, azt hiszem, hogy a szemben lakó, ott mászkált, gyakorlatilag a gyerekek úgy nőttek fel, hogy ott mászkál egy ember pucéran a saját lakásában. Jó, de pucértestet lát, de hogy a két pucértest egymással mit csinál, ez egy egészen más történet. Szerintem egyébként ezt a szülők túlparázzák, nem? Tehát egyszer elmondod neki az igazságot azon a nyelven, hogy ő megértse, de nem baj, ha kérdez. Tehát, hogy mindig akkor kell válaszolni, és abban világos. Az ütemben, ahogy ő kérdez. Nincs ilyen nagy felvilágosítás, mert mire szerintem egy szülő felvilágosítja, a gyerek már mindent tud. És nem... amikor kérdez, akkor kell neki úgy válaszolni, hogy a gyerek érez egy nem kamuzon, mert a gyerek megérzi a kamut, és ez a titka. Persze. Hogy az adott szintje, mindegy, hogy 6 éves, vagy 8 éves, úgy mond el, hogy ő ezt megértse. Menni is kérdez egyébként dolgokat, ő még ott van, hogy apa és anya ölelkezik, akkor abból ez kistesó, mert egyszer elmesélte a nagymamájának, hogy apa és anya ölelkezett a fürdőszobában, de hogy valóban csak megöleltem a Vikit, nem az volt, hogy rányított, tudod, és mit csinálunk, ölelkezünk, menjön, nézd tovább a tévét, tudod, brutál hangok a fürdőszobában. És ő még itt, én nagyon élvezem, hogy ő még ilyen androgyn, tehát hogy nincs igazából neme, fiú persze, de hogy még nem nézi a csőket, én nagyon szeretném, hogy az állapot minél tovább tartson, mert onnantól kezdve, hogy kamasz lesz, tudod, onnantól kezdve már elveszt valamit a gyermeki létéből, azt, hogy még nem érti a szexualitást, nem ismeri, nem foglalkoztatja, én nagyon bírom ezt az állapotot. Benni, gratulálok a diplomáthoz, és most beszélni kell. Apa, ez már a harmadik diplomám, 28 éves vagyok. Jó, ezért mondom, hogy üljünk le beszélni. Tehát én ezt élvezem, de ha jönne és kérdezne, nem baj, őszintén el kell neki mondani, nagyobb dolgot csinál ebből a szülő, mint szerintem amilyen valójában. Nem? Tehát elmondod, hogy apa, anya, szereti egymást, néha összebújnak, abból lesz a kistesó, és akkor... Na de ha megkérdezi, hogy bújtok össze... Hogy. De akkor, és akkor innentől kezdve hogy magyarázol? Tehát, hogy egyébként az a feneség az egészben, hogy a magyar nyelven, bár egyébként egy 6 meg egy 8 éves gyerek esetében szerintem tök egyszerű, mert hogy ők még napi szinten használják a fütyi-punci szavakat. De egy idősebb gyereknél nincsen már jó szavad, nincsenek jó szavaid rá, mert egy 10-12 éves gyereket, hogyha fel akarsz világosítani, akkor ezek a szavak már dedósak, de egyébként meg csak vulgáris kifejezéseket találsz rá, tehát hogy már nem is nagyon tudod neki elmondani ügyesen. És egyébként meg egy 12 éves gyereket meg már hogyan világosítasz fel, hogyha már egyébként erről a történetről. Hát 12 évesen kezded el, ott nagy a baj.
ott az elszaladt az nem, ott, ott, gyerekek, ott 12 évesen már kamaszok. Tehát az én látok olyan 12 éves csajokat ad a baráti társaságokból. Mondjuk én tudtam most mondani a virágnak. Megkérdezte, hogy mi az a pöcs. De nem mondtad, tudta, nem használsz, hogy nem használják ezt a szót. Virág, nézz apádra. Így van, na. Nem, gyere, menjünk a fülműszor a tükörhöz. Na nézz bele, hoboldal, tász, baloldal. Most már tudod, mi az a pöcs. Neked eltön nekül, hogy a fiúknak, amik van, nem az a pisillek, fiúk, kukilányok, tudsz neki válaszolni. Ami még szintén fura viszont, hogy elindult egy új vonal a Milánnál, hogy mindenkit taperolni akar. Na ettől aztán tök, én viszont nagyon zavarban ez vagyok. Az de hogy mentek jó, a hetes buszon, és nem, ismerős, általában ismerős nőket meg akarja fogni a mellüket. És ugyanez a vigyor van fent az arcán, amivel felén közeli. Mint közelít. Az apjának, mi? Igen. És így megy, és már látom, hogy emeli a kezét, Jézus. És pontosan tudom, hogy ez nem az a három, tehát nem a három éves, akiknek már... Akinek de átmentek egy ebédre valaki, ez is megy, és megfogja hát a házi azt, hogy mellé. Hát most például a nagymamánál voltunk. A nagyi mellébe belekapaszkodott kicsit. Hát és így nagyi megfoghatom a melleidet, és már így nyúlt. Nyúlt, és van úgy, hogy múltkor például bejött akkor, amikor tusoltam, és így láttam, hogy stíről, és iszonyú zavarba jöttem tőle. De ez nem baj, hát jött két fekete öltögyös, azt mondta, meg kellett, hogy önök hisznek az örök életben. Jaj, mit akarok? Ez nem baj. Hát nem baj, persze, mert hogy ezt is mondjam. Barátkozik, ismerkedik, összehasonlítja a te testét az ő testével, nézi a különbségeket, a hasonlóságokat keresi, értelmezi, tanulja, tehát ez szerintem megint mire reagálja. Ez már csöcs. Akkor válik a dolog természetellenessé, ha látja rajtad, hogy valami nem stimmel. Tehát minél természetesebben mutass meg neki magadon minden. Szerinted hagyjam, hogy megfogja? A melledet? Mm-hmm. Igen. Persze. Három évesen a gyerek beléd kapaszkodik, megfog, megpuszír. Hát persze, fog, igen, a lányoknak mellük van, a ciciük van, ebben van a telje, ezzel letettem téged. Ha minden nap meg akarja fogni, az már nem normális, de ha egyszer meg akarja fogni, anya, milyen a cici, mert már nem emlékszem. Hát Ferinek már a soma kezére kellett csapni. Mit csoda, persze. Papa, este is mutasd meg a cicidet. És ilyen megmondtam, amíg nem eszed meg a körömpörköt, te tisztítsd meg. De aztán igen. Megvan már, tisztítom az a köröm. Mikor lesz ebből pörköt? Ott van még egy kiló fagyasztott pacal is, majd ha azt is megpucolod. Kiolvasztottad. Szóval fogja meg, persze, nézze meg, annál nagyobb, az sem baj, hogy az óvodában, hát szóval, hogy buszítadnak, fogdossák egymást, ezt az óvónéni kezelik, ez nem baj. Már tanítónéni. Vagy tanítónéni, hát akkor meg pláne. Hát, de ez már itt már egyre kevésbé pláne, tehát hogy tehát az a bajom, hogy vannak a Milánnak kis haverjai, akiknek vannak anyukáik, és azokhoz is oda menne. És hogy megfogja a cicit, mekkora a gyerek, imádom. Mit látott ez az apjától ez a gyerek? De pont ez az, hogy hol a túróban látja ezt, tehát hogy ezt nem látja, hogy otthon jönne a Miró, és gyere azt, hogy megcsöcsörészlek. Tehát csak, nálunk sose. A gyerek sose. Nem csak tanult viselkedést alkalmaz, van egy csomó ösztön, van egy csomó, ami a genetikának köszönhető, ösztönösen is csinál dolgokat, tehát nem csak tanult viselkedési formák vannak azért. Na mindegy, szóval igyekszem ügyesen terelgetni ezt, csak tudjátok, az a baj, hogy az ilyen pillanatokban nem a Miki van vele, hanem én. És amikor elmondom neki ezt, hogy figyelj, Milán, ez kellemetlen, nem fogdossuk mások igen, hát azt helyre kell tenni, persze. Mások női mellett, lehet női mellett. Tehát, hogy ne nyújj hozzá ki. Azt helyre kell tenni. Nagyon ciki, persze. Hát majd a Mirót lászabadítom, ő neki kell ezt helyre. Hát a veletek se csinálom gyerekes. De miért nem lehet beszélni a gyerekeddel? De tud, nem erről van szó. Miért azt mondja, Miró? Nyilván legyen ott a Miró is, vagy, de, ne, de, nem, ne, de lepasszolod magadról. Azt mondod, hogy majd a Miró megbeszéli. De hogy, mint anya, te nem mondhatod el azt, hogy figyelj, kicsim, nem fogdossuk meg az osztálytársaid anyukájának a mellét. Nem, hagyjuk a villanyszámlás bácsi. Nem, rángatjuk a közértes nénit. Ezt én is elmondom neki, és nyilván én is a szájába rágom, de hogyha a apjától hallja ugyanezt, akkor annak súlya van. Jó, na szóval csak ennyit számít. Imádom valaki. Nálatok annyira jó dolgok történnek, komolyan mondom. Nálunk egy-két év volt szintén ugyanez, de hát ez nagyon. Igen. Jól van, puszi neked, na, köszönjük, puszi, hogy itt voltál. Ciao, hello. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.